tegnap megtartottad az első edzést a csapatnak, milyen információkat kapta a játékosokról? Jó információk voltak, még frissek. Ezen majd azért igyekszek változtatni, hát persze csak itt a felkészülés elején, de én azt gondolom, hogy jó állapotban jöttek vissza, tehát amit azért vártam, az rendben van. Most a következő periódusnak ugye azért az lesz a munkája, hogy fizikálisan fölkészüljünk itt a bajnokságra, úgyhogy azért most majd fognak fáradni. Tartsunk egy névsorolvasást, hogy idézőjelben, ugye volt hiányzó is a csapatból, de jöttek a csapathoz. Így van, nagy változás nem volt a keretünkben, amit én mindenképpen pozitívnak értékelek. Több dolog miatt is, hogy egyrészt azt jelzi, azt gondolom, hogy akik itt vannak, azok jól érzik magukat, azt gondolják, hogy jó helyen vannak. Másrészt ugye emiatt tudtunk egy picit változtatni, vagy úgy változtatni a két érkezővel, hogy próbáljuk a lehetőségeinket bővíteni. Ugye Balázs Sándor és Grünfelder Péter érkezett, akikben én elsősorban védekezésbe bízok, hogy még egy stabilabb védekezést tudunk majd összehozni, és hát támadásban is azért majd lesz lehetőség abban, hogy segítsenek. Mi lesz a programja a fölkészülésnek? A programja a fölkészülésnek igazából hát hasonló lesz, mint a tavalyi évben. A legtöbb esetben napi két edzésünk lesz, egy-két futóedzés bekerül majd azért a reggelekbe. 10 edzőmeccs, vagy 11 edzőmeccs, ugye itt még képlékeny a tornán szeretnénk részt venni, szerepel a programba. Én azt gondolom, minden adott lesz ahhoz, hogy fölkészüljünk a bajnokságra. Kovács Márk lesz az, aki majd később csatlakozik hozzánk, ugye most a junior világversenyen vesz részt, de hát ő azért készült a nyáron, tehát neki nagy lemaradása nem lesz. Nézve az ellenfeleket, olvasva a sajtóban az ellenfeleket, azért nagy mozgás van, ellentétben velünk, lehet, hogy nekünk ez lesz majd az erényünk. Hát én bízok benne, hogy ez lesz az egyik erényünk, hogy azért nem kell itt teljesen nulláról építkeznünk. Meglátjuk, ilyenkor nagyon nehéz jósolni. Hát a tavaly is egy rettenetesen erős bajnokság volt. Tehát azért itt a mi kategóriánkban ugye ezt a mezőnek azt a részét megnézzük, akkor itt egyéb pontokról beszélünk. Én azt gondolom, az idei évben is így lesz ez. Tehát mindig nagy kérdés az, hogy ahol új csapatot építenek, ott mennyire kezdenek jól, vagy hogy alakul az. Hát nehéz bajnokság lesz, abban már most biztos vagyok. És az első fordulóban ugye a Dabassal játszunk hazai pályán, ami nagyon fontos mérkőzés. Hát így van, úgy néz ki, mi minden bajnokságot akkor majd így kezdünk. De hát itt minden mérkőzés fontos, azért kevés olyan mérkőzés van, amire az ember azt mondhatja, hogy nem fontos. Tavaly év bizonyította, hogy szinte bárki jön, de bárki bárhol tud nyerni. És hát most persze itt a BL-ben induló csapatokat azért le kell vegyem, de azért pozitív példa voltunk mi is arra, hogy amikor egy Tatabányához utaztunk, és neki gyengén napjuk volt, azt mi ki tudtuk használni. Tehát azért azt gondolom, hogy itt minden mérkőzés fontos lesz.